Jó estét kívánok, a Pannon Televízió esti híradóját látják. Január 28-a van Karola és Károly névnapja. 143 éve meghalt Deák Ferenc magyar politikus, a haza bölcse. 131 éve elkezdődött az Eiffel-torony építése, ami 2 év, 2 hónap és 2 nap alatt készült el. A híradó elején következzenek a nap kiemelt hírei, először csak egy-egy mondatban. Népszavazást tarthatnak Koszovó kérdéséről Szerbiában. Ingyenes egészségügyi ellenőrzéseket tartottak országszerte a kórházakban. Rohamosan csökken Szerbia lakossága az ENSZ legfrissebb jelentése szerint. És jobb felvásárlási árra számíthatnak idén a málna termelők, mondják a szakemberek. Elképzelhető, hogy népszavazáson nyilváníthatják ki Koszovóval kapcsolatos véleményüket a szerbiaiak, jelentette ki Alekszandar Vučić múlt heti koszovói látogatását követően. A referendum kiírása nem gyakori, de nem is ismeretlen Szerbiában. Hogy lesz-e a mostaniból valami, és hogy egyáltalán miről mondhatnak véleményt a lakosok, csak a belső párbeszéd lezárását követően derül ki. Az üggyel a szerbiai sajtó az elmúlt napokban kiemelten foglalkozott. Szerbiában az elmúlt 30 esztendőben 6 alkalommal írtak ki referendumot. Rasim Ljajić köztársasági kormányalelnök elmondta, hogy a népszavazás lehet a leghatékonyabb módja a Koszovóval kapcsolatos dilemmák feloldásának, tekintettel arra, hogy ezzel a kérdéssel kapcsolatban a társadalomban nagy a megosztottság. Referendum nie opcija za rešenje kosovskog pitanja, već način da građani se na nekom referendumu slobodno, demokratski izjasne o rešenju koje će predložiti političari. To nije bežanje od odgovornosti. Az elmúlt 20 évben több esetben is részben vagy egészben érintették Koszovó kérdését népszavazáson. Legutóbb 2006-ban szavazhattak az állampolgárok az alkotmánymódosításról. Oni su obično sazivani kada je trenutna politička garnitura imala namjeru da oko nekog pitanja pošalje poruku ili domaćoj ili inostranoj javnosti. Egy referendum sikeressége jelentős mértékben függ attól, hogy hogyan fogalmazzák meg a kérdést. A hatalom gyakran befolyásolja a lakosságot a kérdés feltevésével, attól függően, hogy az igen vagy a nem válasz megszerzése áll érdekükben, mondják a szakértők. A Koszovó kérdésével kapcsolatos nemzeti konzultáció ötlete már tavaly nyár óta a politikai napirenden szerepel. Koszovó helyzetével kapcsolatban korábban Váradi Tibor akadémikus is nyilatkozott a Pannon RTV Szubjektív című műsorában. Nemzetközi jog szempontjából Koszovó elválása az én véleményem szerint is kérdéses. Az azonban így nem igen lehetett kérdéses, és azt hiszem a Vučić is utalt arra, hogy valósággal kell szembenézni, Koszovó valóságban nem része Szerbiának. Nem része Szerbiának azért, mert sem szerb közigazgatás, sem szerb bíráskodás, sem szerb katonaság nincsen Koszovón. Tehát az államiságnak a jellemzői azok nincsenek Koszovón, és egy Koszovóra, hogyha utazik egy szerb politikus vagy államférfi, akkor beutazási engedélyt kell, hogy kérje. Hogy megtartják-e majd a referendumot Szerbiában, Koszovóval kapcsolatban, és pontosan milyen kérdést fognak feltenni az állampolgároknak, tavasz után válik világossá, ameddig a belső párbeszédnek kellene tartania. Szerbia szerte több mint 100 egészségügyi intézményben szerveztek ma ingyenes egészségügyi vizsgálatokat. A Zentai Közkórházban reggel 8 és délután 4 óra között várták az érdeklődőket. Folyamatosan érkeztek a páciensek a Zentai Közkórházba. Már a reggeli órákban nagy volt az érdeklődés a vizsgálatokra. Hasi ultrahangra, tumormárker vizsgálatra, vérvételre, a nők pedig mammográfiára is jelentkezhettek. Fontosnak tartom azért, hogy minél előbb kiszűrjék, hogy az embernek esetleg valami problémája van, és jobban kezelhető legyen előbbi, ne legyen olyan erős stádiumban a betegség. Voltak olyanok is, akik már korábban is részt vettek ingyenes szűrésen. Szerintem azért fontosak, hogy nagyon nehéz bejutni, nagy a sok a várakozási idő, és akinek valami gondja van, az természetesen szeretne minél előbb bejutni, és akkor egy kontrolla mindig jó. Vett már részt ilyen ingyenes vizsgálaton? Igen, a múltkor én igen, és most vagyok másodszor.
Azokat is megvizsgálták, akik nem rendelkeznek egészségügyi biztosítással. Az akció célja a betegségek korai felismerése volt. Aktívan keressük azokat a betegeket, akiknek nincs semmilyen szimptomatológiája, de a betegség már ott van, és a szűrővizsgálatok ezt valójában lehetővé teszik, és ilyenkor meg tudjuk gyógyítani a beteget, és sokkal kevesebb eszköz lesz szükséges erre a gyógykezelésre, mint ha valamilyen későbbi állapotban találtuk volna meg. Az Entai Közkórházban a tervek szerint legközelebb egy hónap múlva tartanak ingyenes szűrést. A kanyaró ellen a leghatékonyabb védekezés a védőoltás, azonban akár 50%-ban csökkentheti a fertőzés kockázatát a rendszeres kézmosás is, nyilatkozta a Blitznek Szrdja Jankovics gyermekgyógyász. A kanyaró cseppfertőzéssel terjed, a fertőzés könnyedén elkapható a végtagokról is. A szakember szerint általános negatív tendencia az országban, hogy a klinikákon tartózkodó betegek nem figyelnek kellőképpen a kezek tisztán tartására, így a kanyaró, továbbá más betegségek is könnyebben terjednek. A gyermekgyógyász leszögezi, a védőoltás az egyetlen teljes védelmet biztosító megelőző intézkedés, a kézmosás azonban rendkívül fontos lehet a terjedés visszaszorításában. Sikeres szívátültetést hajtottak végre a szerbiai klinikai központban, tájékoztat az egészségügyi minisztérium. A műtétet éjszaka hajtották végre, és minden a terv szerint haladt. A donort Kragujevácról rendőri kísérettel szállították Belgrádba a család beleegyezésével. Az év eleje óta ez volt a második szívátültetés Szerbiában. Rohamosan csökken Szerbia lakossága. Az ENSZ legfrissebb jelentése szerint az ország a 10 leggyorsabban fogyó állam között van, ahol a népesség 2050-ig 15%-kal csökkenhet. Vajdaságban az idén 381 diákkal kevesebb iratkozott be az általános iskola első osztályába, az iskoláskor előtti intézményekben pedig 243-mal csökkent a gyermekek száma. Erről adott ki tájékoztatást a tartományi kormány. Ugyanakkor bejelentették, hogy 12 000 dináros havi támogatás jár Vajdaságban a harmadik gyermek után 2018-ban. Arról is döntés született, hogy családonként évente egyszer 200 ezer dinárral járulnak hozzá a mesterséges megtermékenyítés költségeihez a második, a harmadik és minden következő gyermek után. Az elvándorlás és a negatív demográfiai folyamatok odáig vezettek, hogy a becslések szerint Vajdaság lakossága manapság már 2 millió alatt van, nyilatkozta a Pannon RTV-nek Gábrics Molnár Irén, szociológus. Ezen belül is a magyarság száma körülbelül 200 ezer és 200 ezer alatt van. A jelentős elvándorlás az utóbbi 5-6 évben még jobban megfigyelhető volt, ami nem meglepő a számunkra, akik itt élünk, ugyanis külföldön azt állítják, hogy a 90-es években a háborús veszély miatt volt a nagy exódus, viszont most a népesség türelme fogyott el, várva a gazdasági fejlődést, a jobb munkahelyet, a jövedelem magasabb szintjét, és ez miatt bizony a fiatalok és különösen a szakemberek elvándorolnak. Jobb felvásárlási árra számíthatnak idén a málna termelők, mondják a szakemberek. A tavalyi évben a megtermelt gyümölcsöt jóval áron alul tudták értékesíteni a termelők, így sok esetben nem térült meg a málna termesztése. A mezőgazdasági minisztériumban azt mondják, a szerbiai málna ára a külföldi piacoktól is függ. Kocsis Lajos 2015-ben kezdett málnát termelni, mára már 25 ár területen foglalkozik az apró gyümölccsel. Elmondása szerint az első évben a vártnál is jobb áron tudták értékesíteni. Tavaly azonban visszaesett, és a belefektetett munka sem térült meg. Szavai szerint az országon belül is régiónként változhat a felvásárlási ár. A tavalyi évben 120 dinár felvásárlási állat kaptunk mi itt Vajdaságba. Ez eltér attól az ártól, ami garantált árat kínáltak a szerbei málnásoknak, akik 160 dinárt kaptak a málnáért. Probléma az, hogy itt Vajdaságban nem számoltunk sose azzal az árral, mint amit a szerbei málnásoknak ígérnek, vagy kínálnak. Branislav Nedimović, szerb mezőgazdasági miniszter kijelentette jelenleg arra a kérdésre, hogy a málna ára az idejében jobb lesz-e, mint 2017-ben, nem lehet konkrét választ adni, azonban bizakodnak.
U ovom trenutku imamo berbu malina u Čileu, koja je jedan od naših konkurentskih zemalja na zapadnim tržištima. Tamo je cena već za neki 15% nego što je bilo prošle godine u ovo vreme. Kako će to se razviti, to ćemo još da vidimo, ali nije nama to osnovni problem. Nama je problem da zadržimo postojeće tržište i da otvorimo novo. Jer ako budemo napadali sa većom količinom robe isto tržište, nama će cena stalno da pada. A gazdák szerint, aki belevág a málna termelésbe, az nem egy-két évvel kell, hogy számoljon, míg visszahozza az árát. Aki ezzel szeretne foglalkozni, az évtizedekre kell, hogy tervezzen. Minden esetre úgy néz ki, hogy jobbak a kilátások az idei évre a tavalyi tapasztalatoknál. Tiltakozó jegyzéket küldött a horvát külügyminisztérium Szerbia zágrábi nagykövetségének, amelyben elégedetlenségüknek adnak hangot Ivica Dačić az ENSZ székhelyén mondott beszéde miatt. Megjegyzik, hogy a szerb külügyminiszter beszéde ismét rámutat arra, hogy Szerbia továbbra is politikai célokra használja fel a Jasenovaci tábor áldozatainak emlékét. Ezzel pedig megkérdőjeleződik Szerbia elköteleződése a régió megbékélése iránt, áll a dokumentumban. Dačić január 26-ai beszédében arra szólította fel Andrej Plenković horvát kormányfőt, hogy látogasson el az egykori Jasenovaci tábor helyszínére, és hajtson főt az elhunytak emléke előtt. Mondja ki, hogy kik voltak az áldozatok. A szerb népnek ugyanis volt annyi bátorsága és erkölcsi tartása, hogy megbánja múltbéli vétkeit és megbüntesse a bűnösöket, fogalmazott Ivica Dačić. Megdöbbenve állok az ilyen képmutatás és arcátlanság előtt, fogalmazott Ivica Dačić a horvát tiltakozó jegyzékre reagálva. A szerb külügyminiszter elmondta, az ENSZ New York-i székhelyén felállított Jasenovaccal kapcsolatos kiállítást Horvátországnak kellene szerveznie, nem pedig Szerbiának, tehát ő a beszédében sem hamis tényeket, sem hamis adatokat nem közölt. Csak annyit mondott, hogy a Jasenovacci volt az egyetlen olyan tábor Európában, amely nem a hitleri Németország uralma alatt működött, hanem az usztasság irányítása alatt, és az embereket ott a legkegyetlenebb módon gyilkolták meg, magyarázta Dačić. Mivel ők táviraton keresztül juttatták el a tiltakozó jegyzéket, én ajánlott levélben fogom elküldeni nekik annak a 20 000 gyereknek a nevét, akik a Jasenovaci és a többi haláltáborban hunytak el. Az ő emlékük előtt tisztelegve is hallgatniuk kellene, tette hozzá. Ja sam rekao da ova izložba nije uperena protiv Hrvatske i nije uperena ni protiv koga, osim protiv zločinaca i onih koji pravdaju zločine, opravdavaju ih, umanjuju, relativizuju. Jer kako je Plenković rekao, nikada više. Ako ne želimo da ih nikada više ne bude, onda treba da svi učestvujemo u obeležavanju ovakvih zločina. I zato sam zaprepašen zbog ovakve protestne note. Znate, prosto ne mogu da verujem da se neko još ljuti i da mi treba da se izvinjavamo što smo organizovali izložbu o tome kako su nas klali i ubijali. To je stvarno vrhunac licemerja i bezobrazluka. Ako je to narušavanje naših odnosa, ja sam spreman da podnesem sve konsekvence. Törökországba utazott Alekszandar Vučić szerb elnök. Holnap Bakir Izetbegovićjal, Bosznia és Hercegovina államelnökségének bosnyák tagjával és Recep Tayyip Erdogan török elnökkel találkozik majd. A török államfővel a két ország kapcsolatáról, valamint együttműködéséről tárgyal majd. Még Izetbegovićjal a szerbek és a bosnyákok, pravoszlávok és muszlimok közötti kapcsolatokról egyeztetnek, továbbá a jövőbeni együttműködés lehetőségeiről is. Ezt nyilatkozta korábban a szerb államfő törökországi útjáról. Az információk szerint a látogatás alkalmával helyi befektetőkkel is egyeztet majd a szerb köztársasági elnök. Ezrek tüntettek szombaton Tirana központjában az albán kormány lemondását követelve. A létszámról a becslések eltérőek. Helyi újságírók szerint 10 000-en voltak. Ellenzéki vezetők viszont 200-300 ezer főt hangoztattak. Tirana lakosainak száma még 500 000 sincs. Egész Albánia népessége pedig bő 3 milliós. A rendőrség nem közölt becsült adatot a demonstráción résztvevők számáról. A
tüntetők elsősorban azzal vádolták a kormányt, hogy összefonódott a szervezett bűnözéssel. Az albán nemzeti zászlókon kívül az Egyesült Államok és az Európai Unió lobogója is feltűnt a tömegben. A demonstráció békés volt, több ellenzéki vezető beszéde után a tömeg szétoszlott. Nézzük, mi lesz még a híradóban. 550 pálinka minta érkezett a bácskosútfalvi kisüsti megmérettetésre. És tegnap tartották a vőfébált a szabadkai népkörben. Ternovácz István kapta a 2017-es Keskeny úton emlékérmet. Tényfeltáró újságírói tevékenységéért, több évtizedes újságírói munkásságáért díjazták a temerini újságírót, akit egyaránt ismer a Kossuth Rádió és az Újvidéki Rádió hallgató közönsége. Ternovácz István számos alkalommal foglalkozott az 1944-45-ös megtorlásokkal. A Keskeny úton délvidéki tragédiánk 1944-45 alapítvány kuratóriuma 2013-ban alapította az emlékérmet a délvidéki magyarságot ért tragikus atrocitásokat feltáró tevékenység elismerésére. Ternovácz István Schmidtné Makrai Katalintól vehette át a díjat Temerinben. Nagy boldogság számomra is, hogy minden évben egyszer, kétszer, többször is átjövünk délvidékre a testvéreinkhez, honfitársainkhoz, és emlékezzünk, és tesszük azokat a dolgokat, amik csak ránk várnak, és azért, hogy a fiataloknak, az itt élő idősebbeknek és a lelkük is könnyebb legyen, meg az életük is. Az ünnepségen Ternovácz István egyebek mellett arról beszélt, milyen indíttatásból foglalkozott újságíróként az 1944-45-ös eseményekkel. Nekem nincsenek közvetlen hozzátartozóim sehol a tömegsírokban, elődeim közül senkit nem végeztek ki, de úgy éreztem, hogy ha már ezek a dolgok megtörténtek, akkor a tényfeltárás, a történelmi igazságkeresés útján nekem tennem kell, mert nem élhetem úgy le az életemet, hogy közhelyszerűen csak úgy tudósítok, mert ugye a mi munkánk, az újságírók munkája javarészt közhelyekből áll, eljárunk ülésekre, stb., de azért hagyjunk valamit magunk után, ez a célom. Ternovácz István elmondta, önmagára elsősorban, mint újságíróra tekint. A délbácskai krónikásként emlegetett rádiós hozzátette, tényfeltáró munkája mögött inkább alaposság, mint sem kutatói ambíció áll. A topolyai Turucz József cukorkörte pálinkáját választották a Bács-Kossuth-falvi negyedik kisüsti verseny abszolút győztesének. A tegnapi eseményre több mint 550 pálinka minta érkezett. Idén első alkalommal Kocsonya Fesztivált is szerveztek a kisüsti verseny mellett. Nagy volt a sokadalom a Bács-Kossuth-falvi ifjúsági otthonban szombaton. Érkeztek vendégek a környékről és külföldről is. A hagyományos gyümölcspálinkák mellett különlegességeket is neveztek, mint a narancs, banán és sütőtök pálinka, valamint a különböző szilvágyon és hordóban érlelt kisüstik is megmérettettek. Az idejében nagy meglepetésünkre nagyon sok pálinka minta érkezett. 551 mintát kellett elbírálni a zsűrinek tegnap. Hát én úgy gondolom, hogy ez egy vajdaság szinten, ez a legnagyobb pálinka fesztivál, amiről tudunk. Ebből az 551 mintából kiosztottunk 69 aranyat, 99 ezüstöt és 151 bronzot. A hagyományos disznóhúsból, körömből, fülből, farokból készült kocsonyát, de kakasból, halból is elkészítették a téli asztalok hagyományos étkét a versenyzők. Az eseményt a Riesling Szőlészek és Gyümölcsészek Egyesülete, valamint a helyi Ady Endre Művelődési Központ szervezte. Példamutató a Bács-Kossuth-falvi kisüsti verseny, hiszen 4 év alatt összefogással helyi rendezvényből regionálissá nőtte ki magát, hangzott el a rendezvényen. Az Európai Unióban is a minőséget azt megfizetik, a minőséget azt értékelik, és arra kell törekednie minden egyes termelőnek, hogy az elkövetkezendő években, évtizedekben a minőséges termelésre álljon rá, és minél jobb minőséget tudjon termelni a saját gazdaságán belül. Ünnepélyes keretek között kiosztották az elismeréseket, és a díjazottak értékes ajándékokat is kaptak. A Bács-Kossuth-falvi negyedik kisüsti verseny legjobb pálinkája címet a topolyai Turucz József nyerte el cukorkörte pálinkájával. Nagy titka nincsen, szóval a tiszta,
cukorédes körte, úgy valószínűleg azért is hívják, hogy cukorkörte. Odafigyelünk, hogy forr, ne legyek muslincák rajta. Mit mondjak, rézelejában választva úgy, ahogy kell, meg a végét levágjuk, és sikerült. A legeredményesebb kocsonya főző hagyományos kocsonyájával a bácskosútfalvi Nagy Magdaléna lett, aki szerint a kocsonya titka a jó alapanyag és a lassú főzés. Bácskosútfalvi az egy hagyományos, ugye disznóköröm, füle, farka, bőre, ennyi. Kis babillevél, szemes bors, só, fokhagyma, vöröshagyma, ennyi. A vendégeket kultúrműsor és zenekarok szórakoztatták, emellett kóstolni is lehetett a versenyekre beérkezett finomságokból, valamint a résztvevők helyi termékek kínálatából is vásárolhattak. Egy év kihagyás után újból megszervezik a téli találkozók művelődési rendezvény sorozatot Magyar Ittabén. A március 17-éig záró műsorig, a következő két hónapban minden hétvégén lesz valamilyen rendezvény a faluban. A téli találkozók Bánát legrégebbi művelődési rendezvénye. Az idei rendezvénysorozat megnyitóján magyar, szerb és román néptáncokat láthatott a közönség. Kísérő rendezvényként a művelődési otthon előcsarnokában pedig megnyitották a tavalyi Begasszentgyörgyi festőtábor alkotásainak kiállítását. A téli estéken az emberek eljárnak ezekre az előadásokra, mert van mindenkinek valami az idén, és megszerveztik úgy a legapróbbaknak, mint a mezőgazdasági termelőknek, a fiatalságnak is lesz, a nyugdíjas korhat, mindenkinek kedvével fogunk járni. Az esemény jó bemutatkozási alkalom volt a helybeli néptáncosoknak is. Várták a táncosaink, hogy mikor is fog eljönni ez a téli pihenő kulturális műsorsorozat, és hogy felléphessenek azokkal a táncokkal, amelyekkel a tavalyi év folyamán nem tudtak bemutatkozni Magyar Ittabén. Szívvel, lélekkel készültek. Először lépett fel Magyar Ittabén a horvátországi Csúza gyermektánc csoportja. A 400 lakosú faluban ugyanolyan gondokkal néznek szembe, mint a vajdasági szórvány településeken élő magyarok. Az emberek elköltöznek, nem látnak semmiféle lehetőséget, perspektívát. Annak nagyon örülök, hogy van egy 4 tagozatos általános tagozati iskolánk, ahol hát még magyar nyelven folyik a tanítás. Sajnos vannak, akik horvát tagozatra iratják magyar rajkú gyerekeiket, ez ellen mi nem nagyon tudunk tenni. Ezért próbáljuk úgy, hogy a néptánc, a népdal, tehát hogy ott is maradjon meg valahol a magyar kultúra a gyerekeinkbe. Magyar Ittabé is egy fogyatkozó közösség, ezért fontos, hogy sikerült folytatni a téli találkozókat. Sajnos falunkból az utóbbi 3 évben 160 személy elment, és még mindig folyik az elvándorlás. Családok, nem is fiatalok, családok mennek el gyerekekkel, megvárják, hogy az iskolát befejezzék és elmennek. De hát ilyenkor egy-egy ilyen megmozduláskor sokan hazajönnek. A következő 2 hónapban lesz jelmezbál, kolbászfesztivál, bánáti néptánc találkozó, színelőadás és koszorúzás is Kossuth Lajos szobránál. A rendezvénysorozat záró műsora március 17-én lesz. Bemutatták tegnap Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színházban a Karton és Karfiol című előadást, Mészáros Gábor monodrámája, Tolnai Otto a Virágpor kötete és a Tanulmányok a Karfiolról című versei nyomán született. Mészáros Gábor már régóta szeretett volna Tolnai Otto verseivel színházi keretek közt foglalkozni. Egy nagybőgő kíséretében adja elő a színész a művet, amely egyebek között felveti a kérdést, hogy mi marad utánunk. A Karfiol motívummal végigkísért monodráma műfaját tekintve erősen próbára teszi a színészt. Mindenképpen meg kell tapasztalnia ezt előbb-utóbb, és úgy gondolom, hogy jobb később az ilyenbe belefogni, mint előbb, mert ugye még fiatalon úgy nem... nincs tudatában a színész úgy azoknak a dolgoknak, azoknak a fortélyoknak, ami szükséges úgy a magához, a szakmához vagy hivatáshoz is. És mikor már egy bizonyos időt és éveket és órákat a színpadon birtokol, utána már
utána már könnyebb ehhez hozzáfogni, könnyebb, erősebbnek érzi magát az ember a színpadon, és bátrabbnak is, és akkor könnyebb belefogni. A kulisszák mögött valaki leszel, én sírok. Közd itt velem. Döbrey Dénes, a darab rendezője azt mondta, hogy itt minden versnek megvan a maga kis története, sőt, Tolnai Ottónál minden szónak is. Mindig mesélem, hogy nekem a Tolnai Ottó az életemben az első találkozásunk, amikor először voltam a Virág utcában, és a konyhába beszélgettünk, és hallottam a tücsök ciripelést a konyhába, és kérdeztem, hogy ez micsoda, és mondja, a hűtőbe beszorult egy tücsök, és ott ciripel a hűtőbe. És nekem most is valójában ez a kép, ez a hangulat volt egy kiinduló, hogy hogyan kezdeni és hogyan folytatni ezt a történetet. Az egyszemélyes költőjesnek is mondható hangtanulmányokkal összevont előadás a Kosztolányi Dezső Színház és a Nyári Mozi Színház közösség közös produkciója. Verses, zenés estet tartottak ma este Szabadkán a Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesület székházában a Földön jó nekem címmel. Az estet Jónás Gabriella, az egyesület művészeti titkára nyitotta meg, üdvözölte az egybegyülteket és megköszönte a közönségnek a támogatást, amit az elmúlt időszakban nyújtottak. A műsorban fellépett a Csát Géza művészetbaráti kör két versmondója, Kötelesi Füleki Erzsébet és Miklanovics Aranka. Emellett Molnár Krisztina és Tóth Noé mi fuvola játékát is élvezhették a jelenlévők. Ma már nem szokás verset olvasni. És hogyha így, ha csak azáltal is, hogy két versmondó, két tehetséges versmondó megosztja a közönséggel az ő kedvenc verseit, amelyhez nyilván a saját gondolataik, érzéseik, pillanatnyi hangulatuk fűződik, természetesen ráfűzve a költő által elgondoltakra, megéltekre, megírtakra, akkor ezzel mindenki csak gazdagodhat. Tegnap este tartották a 12. Vőfélyi Bált a Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központban. A résztvevők tanúi lehettek egy hagyományos lakodalom felelevenítésének is. A rendezvényen 20 vőfély, köztük több külföldi hagyományőrző is jelen volt. A 20 vőfély közül 9-en Magyarországról érkeztek. A cél az volt, hogy mindegyikőjük saját tehetségének szokásait mutassa be a vajdasági közönségnek. A rendezvényen az is kiderült, hogy nem is olyan könnyű a vőfély munka. Nagyon-nagyon oda kell figyelni az időbeosztásra, hogy mindenre legyen idő. Nehogy véletlenül egy olyan hiba csúszson a gépezetbe, hogy összecsúsznak a dolgok, tehát a leves összeszalad, már a pörkölt, már a torta, és már mindjárt mennyasszonytánc, tehát be kell osztani az időt. Női vőfélyek is jelen voltak az eseményen. Elmondásuk szerint a női vőfély munkája csupán egy dologban különbözik a férfiakétól, ez pedig az öltözékük. Az elvárások ugyanazok. Annak idején, mikor fiatalabb voltam, akkor nővéremnek mikor volt a lakodalma, ott a vőfély, mikor én mondtam a Bokréta beköszöntő verset, oda jött a vőfély, gratulált, és azt mondta, miért nem próbálom meg, hangod van hozzá, mosolyogsz, szeretsz mulatni, ettitől nem kell, szereted az embereket, és hála jó Istennek, utána megfogtam az alkalmat. A hangulatról a Csantavér Éfik zenekar gondoskodott. A szervezők elmondták, büszkék arra, hogy idén ilyen szép számban megjelentek az érdeklődők. Őszinte leszek, a jó lakodalom mindig a jó vendégen múlik. Kell hozzá egy jó vőfély, jó zenekar, természetesen minden finom étel, italok kellenek hozzá, de a jó vendég azt tudja megadni a hangulatot a lakodalomban. Az eseményen a résztvevők betekintést nyerhettek a népviseletek színes világába is. Kupuszinai és gombosi hagyományos öltözékeket láthattak. Az este folyamán a lakodalmakban már megszokott étel és italkínálat közül is válogathattak a vendégek. Holnap indul a közügyek műsorfolyama Pannon televízióban. A délután 5 órakor induló több órás műsorban helyet kap két élő híradó, több magazin műsorunk és természetesen a közügyek hírháttér műsor is. 17 és 19 órakor pedig rövid hírekkel jövünk. A közügyek műsorfolyam hétköznaponként délután 5-től fél 9-ig tart a Pannon televízióban. Nézzenek bennünket a továbbiakban is.
A híradó végén pedig lássuk, milyen lesz az elkövetkező napok időjárása. Csütörtökig igazi tavaszias időben lehet részünk a meteorológusok szerint. A hét elején akár 13-14 fokig is felmelegedhet a levegő. Csütörtökön jön várhatóan a lehűlés, de akkor sem számottevően 7-8 fokra csökken majd a hőmérséklet. Azonban csapadékosra, esősre fordul az időjárás. A hosszú távú előrejelzések azt mutatják, hogy az igazi tavasz valamivel lassabban, kevésbé intenzíven érkezik meg térségünkbe. Január végéig egyetlen egy nap volt, ami mondhatnánk idézőjelben hideg napnak számít, a többi az enyhe volt. Tehát még ezen belül is azt lehet mondani, még enyhébben alakult az időjárás, mint amennyire előre volt látható. Valószínűsíthető, hogy azért a tavasz nehezebb, olyan értelemben nehezebben jön, hogy még márciusban is azért olyan 10 fok körüli értékek lesznek, mert nem lesz azért annyira szokatlan enyhe is, hogy valószínűleg sajnos a fűtés szemszögéből ismét legalább április közepéig biztos bizonyára fűteni kell. Lehet, hogy lesznek átmeneti felmelegedések, de azért zömére a 10-15 fok körüli maximum lesz jellemző, március végén lesz április elején. A svájci Roger Federer nyerte az Australian Open férfi egyesének döntőjét. Federer óriási küzdelmet követően 5 szetben 6-2, 7-6, 6-3, 3-6, 6-1 arányban tudta felülmúlni a horvát Marin Ciliciet. A 37 éves svájci teniszező pályafutása során 6. alkalommal tudott nyerni Melbourne-ben, amellyel beállította Roy Emerson, illetve Novak Djokovic rekordját, akik szintén 6-szor ünnepelhettek az Australian Open fináliát követően. Roger Federer 20. egyéni Grand Slam címét gyűjtötte be, amely abszolút rekordnak számít a férfi teniszezők mezőnyében. És eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Népszavazást tarthatnak Koszovó kérdéséről Szerbiában. Ingyenes egészségügyi ellenőrzéseket tartottak országszerte a kórházakban. Rohamosan csökken Szerbia lakossága az ENSZ legfrissebb jelentése szerint. És jobb felvásárlási árra számíthatnak idén a málna termelők, mondják a szakemberek. A híradó végén köszönjük figyelmüket. Kattintsanak honlapunkra, www.panonrtv.com-ra, ahol még több friss hírt és információt olvashatnak, és riportjainkat is visszanézhetik. A Pannon Rádióban egész este különleges zenei válogatással várjuk Önöket. A Szabadkai Magyar Rádió holnap reggeli napindítójában pedig szó lesz arról is, hogy szigorúbb előírásokat hozott a Mezőgazdasági Minisztérium az Oroszországba irányuló zöldség és gyümölcs exportra vonatkozóan. Nézzék továbbra is a Pannon televíziót, szép estét kívánok!